Sándor Csili Bili megzenésített versét a dalmandi ifjúság is kívülről fújta. A Holló Együttes interaktív zenés koncertje alkalmával lehetősége volt a fiataloknak a zenészekkel együtt énekelni, és persze táncra perdülni a kellemes dallamok hallatán. A település önkormányzata részéről ez volt a gyermeknapi meglepetés a felnövekvő nemzedék számára. Minden évben szeretnénk más programot vinni az életükbe. Tavaly buborékkoncertet tartottunk nekik, ami szintén kimozdította egy kicsit őket a hagyományos játékvilágból. Nyilván ez egy más jellegű koncert volt. Ez a Holló Együttes koncertje megint egy más jellegű lesz, hiszen egy kreatív koncert, ami tudni lehet az együttesről, hogy megmozgatja a gyerekeket is, szülőket is, nagyszülőket is, és azt szeretnénk, hogy mi évről évre mindig valamilyen más világba vigyük őket. Most a Holló Együttesről azért tudni kell, hogy a múlt század legszebb gyermekdalaiból válogat magának dalokat, és hogy nagyon régóta, azt hiszem 84 óta működnek ők együtt, 5000 koncerten vannak túl, és úgy gondoltam, hogy egyszer a dalmandi gyerekek is és szüleik is hallják ezt az együttest, és nézhessék meg ezt a gyönyörű koncertet és előadást. A készülődésből pedig a településen élő szépkorúak is kivették a részüket. Ők lángossal és palacsintával készültek a gyerekeknek, limonádét készítettünk nekik, hogy a koncert után még egyet jól tudjanak egymással beszélgetni, kicsit enni, inni. Azt gondolom, hogy amiatt kell, hogy plusz legyen egy rendezvényen az, hogy kiírjuk a rendezvényre, hogy ingyenes, és a közmunkás dolgozók vagy a nyugdíjasaink elkészítik, vagy akár mi is beszállunk ezekbe a munkálatokba, szendvicset, lángost, palacsintát sütünk és készítünk nekik, mert olyan anyagi világban élünk, és olyan anyagi helyzetek vannak egyes családoknál, hogy tényleg ezáltal lesznek vidámabbak és jobban, mert a szülő nem engedheti meg magának, hogy elvigye a gyermekét, és ezt megvegye neki. Tehát itt a gyerekek azért válogathatnak kedvükre, és tényleg így kerek az egész, hogy ettünk, ittunk, és finomat, és jól éreztük magunkat, és mellé kaptunk plusz szolgáltatást, mert táncoltunk a koncerten, vagy tavaly éppen a buborék koncerten, tehát ezt mindig fontosnak tartjuk. Ezt mindig próbáljuk úgy összerakni, hogy minden évben mást kapjanak. Nem csak a színpadi produkció tekintetében törekednek a sokszínűségre, hanem a gyerekeknek szánt finomságok sorát is úgy állítja össze évről évre az önkormányzat, hogy az se váljon megszokássá. Iskola óvodavezetőkkel, ezért ők is besegítenek nekem abban, hogy rávegyék a gyerekeket, hogy jöjjenek, szülőket is, és eljönnek a nagyszülők is. Tehát elég nagy a létszám a rendezvényeinken, egyre több, és úgy gondolom, hogy a Covid után előről kellett majdnem kezdeni mindent, hiszen nem mertek az emberek kimozdulni az ingatlanaikból. Most viszont azt tapasztalom, hogy tényleg több a jelentkező, többen eljönnek. Egy húsvétoló rendezvényünkön több mint 150-en voltunk. Községi szinten nézve ez szerintem nagyon jó. Nagyon jó, mert előtte nem igazán tudtuk kicsalogatni őket. A Covid mindenkinek a feje felett ott lebegett, és nem nagyon mozdultak ki. A programok sora pedig már május 20-án, szombaton folytatódik a faluban, ahova szeretettel várják az érteklődőket más településekről is. Lesz egy vasutavatónk, egy Pálmai Ödön vállalkozó felújította Dalmand vasútállomás épületét, ugyanolyan pompában díszteleg, mint régen, és délelőtt mindenki megnézheti, akinek erre igénye van. Délután az önkormányzat házasságkötő termében lesz 3 úr előadásában, visszarepülünk a múltba és a vasútnak a történetébe. Azt gondolom, hogy ez is nagyon sok dalmandit, nyilván más korosztályt, de meg fog mozgatni, akik régen ezen a kis vasútállomáson várták a kis piros vonatot, és ezzel mentek Tamásiba, Gunarasba fürödni. A dalmandi gyereknapon most a jobbnál jobb megzenésített magyar népzenében merülhetett el az Apró Nép a Holló Együttessel. Most persze a szívünkhoz legközelebb álló magyar műsort játsszuk. Egyszerűen a legjobb dolgokat, amik megmozgatják őket, amik letépik az elektromos kütyüjeikről, és újra az élet sűrűjébe viszik. Én úgy érzem, hogy az élmény abban az első pillanatban kinyílik a szemük, és akkor utána már tudják a különbséget. Minden dalból valamiképpen játék kerekedik. Tehát vagy mi megyünk közéjük, vagy ők jönnek ide, és hogy ne legyen kétszer ugyanaz,
Nem kell olyan túl nagy, hosszú tanítóbácsi rizsa, viszont nagyon fontos az a pár mondat. Egyszer figyeltem a Halász Juditot, sok dalt nyomott, és két-három mondatlán közötte nem mondott többet, de azok ültek. És jó volt. Egyébként őt láttam először milyen műfajban, 81-ben egy moziba, akkor még nem is tudtam ezt a műfajt. Hatalmas nagy csizmába ott rohangált a színpadon, tündéri volt, mögötte volt a Bojtorján együttes. Sose gondoltam, hogy én is ezt fogom csinálni az életben. A gyerekek fejében még sok álomkép él ennyi idősen, hogy ki mi szeretne lenni, ha felnő. Ezen alkalmakon pedig akár énekes is lehet belőlük egy rövid időre, hiszen az együttes koncertjei interaktívak, amelyek sok témakört is körüljárnak. Nem igazán a téma számít. Úgy, ahogy egy versnek sem mond erre semmit egy versről az, hogy milyen témáról íródott. Minden a kifejezésmód, a téma az végül is mellékes. De azért az a mellékes téma nem azt jelenti, hogy tehát mi saját dolgokat írunk leginkább, és egy-két nagyon nagy gyermekslágért, akit nem akarunk a nagy erődöktől nem akarunk kihagyni, de igényesen írunk meg mindent. Úgy érzem, hogy tehát az, hogy a téma nem számít, pont az a kidolgozás számít, hogy hogyan. Vannak ilyen legendás dolgok, a Mici Mackó például, Csiribiri, ez a kettő ilyen olyan, ami így a nemzedékeknek is így föl csillan a szem, és akkor, és az nagyon nagy dolog, hogy ha úgy van megírva egy dal, hogy ugyanolyasmit jelent a gyermekemnek, vagy esetleg még az ő gyermekének is, mint nekem. Az azért még a felnőtteknek is megdobantja a szívét. A szülők elbámulnak, hogy mennyi öröm van a gyermekükben, ők ezt tudják, csak nem tudják ilyen koncentráltan. És le van a vállukról a felelősség, hogy nekik valamiféle felelősséget, vagy ilyen rendet, tartást kellene vállalni. A tanárok azok néznek a legnagyobb kerek szemmel, hogy amikor nem kényszer vezeti a gyermekeket, ma most vegyétek elő a füzeteket, vegyetek elő egy fehér lapot, meg ilyen, hanem az öröm, hogy akkor mekkora ennek. Egyszer volt egy tanár, egy zeneiskolai tanár, azóta kint volt sokat Norvégiába, ott folytatta a pályafutását, azt mondja, hogy az az aktivitás, amit ez a három zenész ember kimuzsikált a gyerekekből, a szívet melengetően gyönyörű volt. És ezt a mondatot, ezt úgy megjegyeztük. A színes lufikkal feldíszített teremben, a megterített asztalon, a lángoson kívül többféle töltelékes palacsinta és limonádé várt a lurkokra és kísérőikre a Dalmandi gyermeknapra.